Magas lázzal, felső légúti tünetekkel, izomfájdalmakkal jár, tehát elég kellemetlen. De Dr. Kara Éva házi orvos az influenza tüneteiről mesélt ma stábunknak. Kiemelte, jelenleg még nem lehet beszélni influenza járványról, de valóban január közepén kezdődik az az időszak, amikor szinte minden évben megszaporodnak az influenzás megbetegedések. Az influenza ellen van hatékony megoldás, igaz, sokan félnek tőle, pedig érdemes beadatni az oltást. Van értelme mindenképpen. Az influenza ez egy vírusos betegség, ami nagyon gyorsan és könnyen terjed az emberek között, főleg nagy tömegben könnyen elkapják az emberek. Az oltás nagyon biztonságos és jól véd az influenza ellen, viszont csak az influenza ellen véd. Az oltás esetében a védelem kialakulásához idő kell, így aki a napokban adatja be, csak pár hét múlva válik teljesen védetté az influenza ellen. Más igazán hatékony védekezési forma azonban nincsen. Az oltás a legbiztosabb, ez egyértelmű. Védekezni úgy egyértelműen nem lehet ellene. Tehát helyes táplálkozással, kézmosással, egyebekkel így az ember próbál egy kicsit felkészülni, akkor az jó, de megelőzni nem fogja a járványt sem, meg a betegséget sem. Az influenza elleni védőoltást a legveszélyeztetettebb csoportok teljesen ingyen vehetik igénybe, így biztosan nem kell fizetnie érte a 60 év felettieknek, a krónikus légzőszervi betegségekben szenvedőknek, és többek között az egészségügyben dolgozóknak sem. Az azonban elmondható, hogy ha a vakcina beadatása némi pénzbe is kerül, akkor is érdemes mi hamarabb élni a lehetőséggel. Aki pedig igazán előrelátó, nem vár a tél közepéig, már novemberben keresi az oltást házi orvosánál.